És amiután elgondolkoztam magamba, rájöttem, hogy így is van. Lehet, hogy másnak más a véleménye, de én úgy érzem, hogy nagyon sokat, szinte állandóan választanunk kell az életbe. Ha valaki elmegy a piacra, végigjárja a piacot, választ magának a pénzének megfelelő árut. Kiválaszza, melyik a legszebb, melyik felel meg neki a legjobban. Egyik ilyet választ, másik olyat választ. Sokan beleválasztanak. Mikor paprikát árultam a piacon, jött az egyik, neki a legszebb kell. Válaszd a legszebbet. Jött a másik, neki a legapróbb kell, mert ő tőteni akarja. Válaszd azt. A másik nekem mindegy, mert lecsónak kell. Tehát a választás ilyen. Valakinek ilyen kell, valakinek olyan kell. Bemegyünk egy üzletbe, választunk a megfelelő árut a pénzünkhöz, megnézzük, hogy hol a legolcsóbb. Választás és választás. Vannak az életünkben ilyen nagy választások, amely végig vezet bennünket az egész életünkön. Amikor olyan komoly választásokat teszünk, ami kihat az egész életre. Vannak egyes emberek, akik vallást választanak. Természetesen ez elkíséri az egész életre. Egyesek beleszületnek bizonyos vallásba, gyerekkorában megkeresztelik őket, és azt mondja, hogy ez az enyém, és kész. Mások felnőtt korban rájönnek, hogy amit eddig hittem, az nem pont úgy van, vagy nem úgy van, és vallást választok magamnak. Fiatalok főleg szakmát választanak maguknak. Mások országot választanak, más hazát választanak. Mások házastársat választanak maguknak. Vagy mi is mindannyian választottunk házastársat magunknak. És rájöttem, hogy az élet állandó választás. Vannak nagy választások, amely néhány csak az életben, de elkísér, kihalt az egész életünkre. És vannak apróbb választások, amely életünk minden pillanatában, amit életünk minden pillanatában meg kell tegyünk. És jól választhatunk, vagy rosszul választhatunk. Szeretnék egy bibliaszöveget elolvasni, amely ezzel kapcsolatos. És ennek alapján erről a választásról elmélkedjünk röviden egy néhány gondolatba. A Mózes első könyve 13. fejezetének a 11. versét szeretné felolvasni. Ismerős ez a szöveg, ismerős a gondolat. Választál Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözik Lót kelet felé, és elválának egymástól. A Lót története mindannyiunk előtt ismerős. Ábrahámmal együtt vonult ki abból a helyzetből, abból a hazából, ahol ő lakott, és egy új hazába, ahova az Úr vezette őket. És ezek az emberek vándoroltak együtt. Ábrahám árnyékában Lót is jól megvolt. Ábrahám volt az, akit elhívott az Úr, Lót elkísérte, mint a család rokona, és jól éltek, jól megvoltak együtt. Akkor, amikor Ábrahám áldozatot végzett, egész biztos Lót és az ő családja is ott volt, és ő is részt vett ezeken az áldozatokon. Ábrahám révén Lót is megismerte az igaz Istent, és az ő családjába is megpróbálta ezt az igaz hitet belenevelni. Együtt éltek, együtt jártak, együtt mentek egyik helyről a másikra, ahova az Úr vezette őket. Ábrahám természetesen mindenütt oltárt épített, Lót is ott volt, és jól érezte magát. Egy bizonyos idő után az Úr áldása következtében ez a két ember jószága, vagyona nagyon meggyarapodott. A föld, az a terület, ahol voltak együtt, már nem bírta el a sok jószágot. Már nem volt annyi legelő, hogy minden állatnak elég legyen. Versengés volt a jó, vagy a Lót pásztora és az Ábrahám pásztorai között. Ezért Ábrahám egyszer bölcsen úgy döntött és felajánlotta Lótnak, hogy el kellene váljunk egymástól. Válasz magadnak, hogy te hova akarsz menni. Ahol, ha te arra akarsz menni, én a másik irányba megyek. Mert sokan vagyunk, nincs semmi gond, semmi probléma közöttünk. De én azt mondom, hogy váljunk el. És Lót is úgy látta, hogy jó ez a gondolat, és váljanak el egymástól. És mielőtt választani szoktunk így általában, azért elgondolkozunk azon, hogy mit is válaszunk. És Lót is elgondolkozott, hogy most melyik irányba menjen ő?
Habár a választás joga mondjuk Ábrahámé lett volna, hiszen ő volt az idősebb, ő volt az Isten által elhívott és vezetett ember, de Ábrahám az ő jóságából átengedte ezt Lótnak. És Lót a 10. vers szerint elgondolkozott ezen a dolgon. Azt mondja, felemeli azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízi föld, mert minek előtt elveszítette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mint Szoárig, olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót felemelt az ő szemét. Elkezdett gondolkozni, megvizsgálta a helyzetet, meghányta, vetette az ő gondolatába, mi is legyen, méket is válasszam. És látta, hogy az a föld, amelyet ő kinézett, az jó föld, az olyan, mint az Isten kertje, úgy látta, hogy az egy áldott föld, és ő azt válaszol. Lehet, hogy titokban az Úrnak lelke sugott a fülébe, hogy Lót, jobb volna, ha más irányba haladnál. Lót látta, hogy fizikailag neki ez éri meg a legjobban. Lót látta azt, hogyha ő abba az irányba megy, akkor az ő gazdasága fejlődni fog. Az ő jövedelme biztosítva van. Az ő vagyona biztos, hogy gyarapodni fog. Ezekre a dolgokra tekintett Lót. Ő azt nézte, hogy a földi vagyona, azt nézte, hogy fizikailag ő felfele haladjon, azt nézte, hogy fizikailag fejlődjön. Eszébe sem jutott az, hogy én ebbe az irányba megyek. Vajon? Milyen lesz nekem a kapcsolatom ezután Istennel? Ha én abba a város felé haladok, vajon jobban fogom tudni szolgálni Istent, vagy nem? Általában az ember, amikor ilyen nagy döntéseket hoz, inkább a fizikai dolgokra gondol. Nem gondol arra, hogy milyen lesz a helyzet Istennel, mi lesz a kapcsolatom Istennel, jobb lesz az én vallásos életem, közelebb kerülök Istenhez, vagy hátrébb, vagy lejjebb szállok. Az én lelki életem felfele halad, vagy az én lelki életem lefele halad. És a feljegyzés szerint Lót mindig Sodoma felé közeledett. És tetszett neki a környék, tetszett neki a város. És úgy elképzelem magamba, hogy egyszer azt mondta a családnak, készüljetek fel, mert most csinálunk egy városnézést, bemegyünk Sodomába. Ti még ilyet nem láttatok, még én se. Menjünk, nézzük meg, milyen is ez a város. Összeszedte a gyerekeket, a feleségét, és azokat, akik ráértek, és bementek a városba. És elállt szemük, szájuk, mikor megláttak. Hát azok a nomád emberek, akik megvoltak szokva a sivataggal, sátorba laktak, látták azt a kényelmet, látták azt a pompát, és látták azt a bűnt is, ami Sodomában van, de nem törődtek vele, nagyon tetszett nekik ez a dolog. Jól érezték magukat. Este fele, mikor jöttek haza, a gyerekek húzták az apjuknak a ruháját. Apa, mikor jövünk megint? Ugye milyen jó volt? Te is szeretsz erre jönni? Jöjjünk még! És lehet, hogy máskor is elmentek. És még közelebb költözött Sodomához Lót. És figyeljük meg, mit mond az isteni feljegyzés Sodomáról. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösek valának az Úr előtt. Lót nem vette észre azt a veszélyt, ami leselkedik rá. Ő mindig közelebb költözött. És egyszer talán a felesége azt mondta neki, Lót, már annyit laktunk ebbe a sátorba, gyere, vegyünk magunknak egy házat itt Sodomába, és ne mindig vándoroljunk, telepedjünk le egyszer, nézd meg, milyen szép hely. Olyanok az emberek, amilyenek, azért mi még szolgálhassuk az Urat úgy, ahogy mi akarjuk. És rávette Lótot. És ha elolvassuk itt a 14. fejezet, 12. versének az utolsó versét, részét már azt olvassuk, hogy mert Lót már Sodomába lakott. Észre se vette Lót, és már Sodomába lakott. És akkor, amikor pusztult Sodoma, Lót csak az ő életét mentette meg, a két lánya életét. Oda ment az egész vagyona, tönkrement minden, meghalt a felesége, eltűnt minden, és az ő élete semmivé. Mert akkor, amikor választott, rosszul választott. Mert ő azt a részét választotta a dolognak, ami fizikailag jónak látszott. A lelki dolgokról nem foglalkozott. Az isteni dolgokkal nem törődött. És amikor büntetés érte Sodomát, sodomaiakkal együtt mindene pusztult.
Igen, testvérek, ez a szomorú helyzet a mi életünkben. Amikor nagy választások vannak, akkor nem a lelki életet, nem az isteni dolgok az elsődlegesek szemeink előtt, hanem mindig az a lényeges, az a fontos, hogy fizikailag hogy éri meg nekünk. Nagyon ritkán van fordítva, hogy jól haladok, hogy elérek valamit, ez a lényeg. És nem az, hogy milyen lesz a kapcsolatom az Úrral. Milyen lesz az én Isten tiszteletem? Milyen lesz az én szolgálatom? Ezzel nem nagyon foglalkozik az ember. Említettem, hogy néhány nagy választást teszünk a mi életünkbe. Egyesek vallást választanak. Mi Fugyiban nagyon sok evangelizációs istentiszteleteket tartottunk, és nagyon sok alkalommal már nagyon sok ember eljött. És voltak olyanok, akik soha nem voltak egy adventista imaházban, vagy egy ilyen neoprotestáns felekezetnél, mi voltunk az elsők, akik személyesen meghívtuk, és eljöttek hozzánk. És többször jöttek, és látták, hogy milyen nálunk a helyzet, és észrevették azt is, hogy mi a Biblia elvárása, mi az Isten elvárása azoktól, akik közeledni akarnak hozzá. Jelen pillanatban vagy pünkösdíszta testvéreink gyülekezeteinek népsorába szerepelnek, vagy baptista testvéreinknél vannak. Azt választották. Vallást választottak, de nem azt, ahol Isten a teljes igazságát akarja kifejteni feléjük. Az emberek sokszor rosszul választanak, és ez a rossz választás egész életükre elkíséri őket. Igen, a vallás választás nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy azt válasszuk, ahol az Úr van, és az Urat próbáljuk szolgálni teljes szívből, teljes erőből. Akkor, amikor fiatalok szakmát választanak maguknak, érdekes, mindenki azt nézi, hogy jó szakma legyen, fizetett szakma legyen, minél kevesebbet kelljen dolgozni, minél nagyobb a jövedelem, minél nagyobb pozícióra jussunk. Amikor beszélgettünk olyanokkal, akik szakmát akarnak választani, általában így szokták mondani. Soha egyiktől se nem hallottam azt, hogy én ezt a szakmát választom azért, mert én itt Istent sokkal jobban fogom tudni szolgálni. Én nem akarok erre a szakmára menni, mert ez gátol engem az isteni tiszteletembe, vagy az isteni szolgálatomba. Hanem megyünk, s majd szolgáljuk az Urat úgy, ahogy sikerül, úgy, ahogy akarjuk, úgy, ahogy lehet. Az egyik lányjal beszéltem, aki Amerikában él, és mondta, hogy én most választom a szakmát. És mondom, mégis milyen szakmát választom? Hát biztos több pénzt fogok keresni, mint te a tieddel. Hát mondom, nem kételkedek, biztos vagyok benne, hogy többet fogsz, mert akárhol vagy ott, akármilyet csinálsz, többet keresel, mint amit én keresek. De én még többet fogok keresni annál is, és mondta ez. Az Úrral való kapcsolatra senki nem gondol ilyenkor. Milyen lesz az én kapcsolatom az Úrral? Jobban fogom szolgálni az Urat. Csak a fizikai haladás, a fizikai előrelépés. Ez a lényeg, ez a fontosabb a mi életünkben. És ennek szomorú következményei vannak. Az ember belemélyed abba a szakmába, amit választott. Nincs ideje arra, hogy Istennel foglalkozzon. Nincs ideje arra, hogy Isten tiszteletekre menjen, mert fáradt. Nincs ideje arra, hogy olvassa az igét, vagy hogy Bibliát olvasson, vagy hogy imádkozzon. Ezek elmaradnak az életből. Mert nekem van egy hivatásom, egy szakmám, és én azt kell, hogy tegyem. Vannak emberek, akik főleg fiatalok, de még idősebbek is, akik országot választanak maguknak, más hazát. Annak ellenére, hogy az Úr meghatározta, úgy írja ott az egyik ige, hogy az Úr meghatározta az embereknek a hazáját. Azért születtünk Romániában, mert az Úr ide tervezett, ide szánt bennünket, gondolom én. És mégis ennek ellenére egyesek úgy gondolják, hogy biztos másütt, sokkal jobb lesz nekem. Hát egész biztos, hogy jobban fognak élni. Egész biztos, hogy többet fognak keresni. Egész biztos, hogy fizikailag jobban járnak. De a lelki élet is nemesebb lesz. A lelki élet is jobb lesz. A lelki élet is szebb lesz. Isten sokkal jobban szolgálják. Többet ismerek, akik már más hazába élnek, más hazába laknak,
És így, ha beszélgetünk, úgy rájöttem, hogy inkább visszafejlődtek a lelki élettel. Már nem olyan fontos az imaházba való járás, mint amilyen volt itt, ebbe a hazába. Már a más hazába, amit itt nem lehetett csinálni, ott a másik hazába mindent megtehetünk, mert ott egy kicsit más a helyzet. És olyanok, akik elmentek innen, meg volt a lehetőségem, hogy szóbáljak velük, úgy felhívtam a figyelmüket, te, amit te itt kiéltél, élt ki azt is ott. Te nem voltál az a mozgó dragéria, ne legyél ott se. De egy bizonyos idő után elfelejti az ember ezeket a dolgokat. És alkalmazkodik a korhoz, és úgy él, úgy tesz, ahogy ott van. És az ember lelki élete nem, hogy felfele haladjon, hanem lefele száll. Ez a helyzet is szomorú ez. Az emberek házastársat is választanak maguknak, amely saját választásuktól függ, és egész életre kihat, már ha nem akarnak hamar elválni, és rendesen, ha jól választol, az életed szép, ha rosszul választol, akkor olyan az életed, amilyen választottál. Hogy mifelénk szokták mondani, amilyen virágot szakítasz, olyat szagolsz. Ha rosszul választottál, iszod a levét egy egész életen keresztül. Érdekes, úgy megfigyeltem már fiatal korom óta, hogy a nőknek megvan az ideájuk. Kit is választanának a nők férjül? És azt mondják, hogy legyen magas, kékszemű, kisportolt és pénzes. Hát én mikor ezt hallottam, már tudtam, hogy labdába se rúghatok, mert én olyan vagyok, amilyen. És ez van. De ez a női ideál, ezt szeretik a nők. Az, aki mondjuk templomba járó ember, barna hajú, meg kisebb, meg ilyesmi, az már nem olyan értékes a nők szemébe. Megfigyeltem, gyermekeim iskolába járnak, meg figyelem a kort, meg figyelem, hogy élnek, mit csinálnak, mi a helyzet. A fiatalok már hamar barátkoznak. Már hatodikos, hetedikes lány, fiú, már van barátom. Már járunk. Ilyen hamar. És igen, na de ki a menő? Azt mondják az ő szavukkal. Ki a menő? Nem akárki a menő. Az a menő, akin olyan nadrág van, mintha le akarna esni róla. Az a menő, akinek a haja feláll. Az a menő, aki nem borotválkozik. Az a menő, akin érzik a dohányszag, meg az a menő, akin érzik az alkoholszag. Aki beszól a tanárnak, aki mer lógni az óráról, mer lógni az iskolából, az igen. És a fiatalok ilyenek szeretnének lenni a fiúk. Mert ez a menő. És én mondom az én gyerekeimnek, és te szerinted ez jó? Hát nem jó, de az a menő. És te ilyen akarsz lenni? Hát nem éppen, de csak azt nem mondja, hogy na, jó volna, ha én is menő lennék. De ez megy napjainkban. És az emberek, akik megpróbálnak normálisan élni, azokat lenézik. Azokat már nem fogadják szívesen. Mondja a fiam, hogy az iskolában van egy fiú, aki, ha véletlen valakihez hozzáér, azt mondja, hogy bocsánat. Ha valaki ad neki valamit, az megköszöni. Gondolj meg, azt mondja a fia, gondolj meg, hogy azt mondja, hogy megkérdezhetem tőled ezt. És mondom, szerinted nem ez viselkedik normálisan? Hát ez normálisan viselkedik, de mindenki lenézi ezt, mert ő ilyen. Tehát aki úgy viselkedik, ahogy kell, azokat lenézik. Az már nem jó barátnak, az már nem jó semmire. A lányoknál, fiúknál mi a menő? Hát a lányok, akik természetesen nagyon szépen ki tudják magukat festeni. A lányok, akik csinosak, lányok, akik szépek, ez a menő. Ha dohányzik is, akkor már csúcs. Tehát ez a helyzet a jelen pillanatban. És ezt szeretik a fiúk, ezt szeretik a lányok. Ismertem
adventista lányt, aki megpróbált úgy élni, ahogy kell. És tudjátok, mit mondtak az adventista fiúk rá? Nézed, milyen egy szent fazék? Hű, hát te, hát az úgy él, ahogy kell, ahogy Isten elvárja, ahogy olvassa a Bibliából, ahogy kell egy keresztény lánynak élni. Ugyanez a lány megpróbált költeményeket mondani. Megpróbált hozzászólni a leckéhez. Megpróbált mindent megtenni, hogy hasznos legyen a gyülekezetbe, és az ő munkáját, és őtet ki tudják használni. Tudjátok, minek nevezték el? White Helena. Jön már White Helena. Drága testvérek, ilyen szomorú a helyzet. Ilyen a világ. És ilyen fiúk, és ilyen lányok házasodni akarnak. És most kit vegyenek el? Hát természetesen, akit én szeretek. Mert azt szeretem, aki a menő, aki nekem tetszik, az a jó, az a szép. Emlékszünk arra, hogy valamikor Sámson meg akart házasodni. És széjjel nézett a lehetőségek között. Egy egész ország állt előtte, Sámson, aki bírája volt Izraelnek, és a legerősebb embere lehet a világnak. Akárkit elvehetett volna, ugye? Hol talált magának feleséget? Filiszteusok körül. Ez nem volna semmi baj. Mert nagyon sokszor az Úr felhasznált téged és engem, vagy mást, hogy az embereket még házasság árán is, révén is meg lehessen menteni. Az Úr csodálatosan működik, azt mondja az ének is. De ha az a filiszteus lány nem akar megváltozni, és tudjuk, Delilla félik meg, akivel Sámson foglalkozott, az nem akarta az igaz Isten szolgálni. Az nem akart soha Isten félő válni. De hát, ha már Sámson el akarta venni, ő elvette. A szülei megpróbálták lebeszélni, de fiam, hát tele van Izrael szép lányokkal. Kinek jut eszébe, mit mondott Sámson? Miért veszem el ezt? Ez kedves az én szemem előtt, ugye? Ezt szeretem. Így vannak napjainkban is, fiaink, lányaink. Ezt szeretem. Mert ha én ezt szeretem, akkor én azt veszem el. Nekem a jelen pillanatban ez tetszik, akkor én elveszem. Szintén Pap Sándor testvérünk mondta, hogy lányok meg fiúk jöttek hozzá abba az időbe, hogy Sanyi bácsi, össze akarunk házasodni. És akkor azt mondja, én megmondtam nekik előre, fiúk meg lányok, tik nem vagytok egymáshoz valók. De ők mondták, mi egymáshoz valók vagyunk. Én mindig azt mondtam, tik nem vagytok egymáshoz valók. Jól gondoljátok meg, de mi egymáshoz valók vagyunk. Megtörtént az esküvő, megtörtént a házasság, minden eltelik egy év, két év, egyszer jön a feleség panaszkodni, paptestvér, úgy veszem észre, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Paptestvér azt mondja, de most már egymáshoz valók vagytok. Nincs más lehetőség. Ezt választottad, ezt szakítottad ezzel én. Igen, drága testvérek, akkor, amikor az ember feleséget választ, jó volna, ha azt nézné, hogy Isten félő az ember, Isten félő a lány, és akkor választ azt magának, vagy nem. Sámson is azt választotta, amit nem kellett volna. És az ő életébe került, az ő szemébe került, szenvedésbe került, és sok mindenbe, mert nem azt választotta, akit választani kellett volna. Jákob is ismerős előttünk a történet, meg akart nősülni. Lábának két lánya volt. Hogy hívták az egyiket, hogy a másikat, csak azért, hogy ne aludjunk el. Lea és Rákhel. Melyik volt a szebb is, melyik tetszett jobban Jákobnak? Rákhel. A szép. Az tetszett neki. Az első látásra szerelem. És se nem látott, se nem hallott, hanem hány évig szolgált érte? 14 évig szolgált egy lányért. És ott volt Lea, aki nem volt olyan szép. De mi ismerjük mind a kettőnek az élettörténetét. Szerintünk melyik volt az Isten félő? Lea vagy Rákhel? Ugye, hogy Lea volt az Isten félő? Lea volt az Isten félő. Akkor, mikor már a házasságban éltek, szegény Jákob mennyit kellett vakarja a fejét Rákhel miatt, meg azért, hogy úgy nősült, ahogy nősült. Problémái volt. Igaz, hogy megáldotta az Úr, meg ő volt, de az Úr mindig helyre kellett hozza azt, amit Jákob meg az ő családja elrontott az ő életükbe.
Akkor, amikor elmenekültek, ki volt az, aki magával vitte azokat az isteneket, akiket még használt Lábán az ő atya? Rákel. És amikor keresték, bevallotta, hogy őszintén, hát igen, én voltam, ne haragudj, nem gondoltam, hogy ennyire hiányozni fog, itt van. Mit tett vele? Eldugta, rájött, és hazudott, és az életébe került neki is ez. Igen, testvérek, a rossz választásnak rossz következményei vannak. Akkor, amikor az ember választ, úgy szokták mondani, hogy főleg feleséget, akkor nagyon sokat kell imádkozni. Nagyon sokat kell imádkozni, mert az Úr az, aki segít bennünket jó választást hozni. És ha jó választást hozunk, akkor az életünk jó lesz, szép lesz, és boldog lesz. Jákob is választott, és olyan lett az ő élete, amilyen lett. Sámson is választott, és azt tett, amit tett. Lót is választott, és tudjuk, hogy mi lett a következménye. A jó választás az jó eredményeket hoz, a rossz választás pedig rosszat. Igen, választunk, mi ilyen nagy választásokat teszünk, és nagyon sokszor nem úgy, ahogy kell. Nem Isten szerint. Lehet, hogy szól az Úr lelke hozzánk sokszor, vagy másokon keresztül, vagy az ő igéjén keresztül. Vigyázz, nem jól választol. Vigyázz, mert az a választás, amit te hozol, az nem a legjobb. Figyelünk a szépségre, figyelnek a vagyonra, figyelnek a korra, meg nem tudom én, miket vesznek figyelembe a mai lányok és a fiúk, akkor, mikor házasságot kötnek. De elfelejtik azt, hogy Isten félő a másik, vagy nem Isten félő. Számtalan példát tudnék mondani, ami nálunk történt meg. Ismerős dolog, amikor nem jól választottak azok, akik házasultak. Nem jól választottak. És az ő életük ráment. Szomorúság lett az életük, meg válás, meg ha nem is volt válás, akkor is egy gyötrelem volt leélni végig a másikkal az életet. Az egyik ismerősömnek a felesége, hát sajnos a férje az adventista volt, a feleség világi volt, együtt leélték az életet, és azt mondta élete vége felé a nem adventista feleség, még Isten országába se szeretnék együtt lenni evel az emberrel. Még Isten országába. Annyira elég volt az élet. Mert rosszul választott mind a kettő. Volt egy ismerősöm, barátom, aki másképp tett. Ez a reform mozgalomhoz tartozott. Abban az időben, a Ceausescu világban a reformista egyház vagy mozgalom nem egy elismert felekezet volt. És ezek az emberek bujkálva végezték az Isten tiszteletet. Egy-egy házaknál összejöttek, bujkálva, tehát nem volt megengedve az, amit ők csinálnak. Az egyedüli lehetőség, amit nyíltan csinálhattak, az esküvő és a temetés volt. Az esküvőt nem piszkálta senki, a temetésen megint el kell temetni a halottat. Na most a reformisták, mivel nem voltak olyan sokan az országban, ha megtudták, hogy valahol, mi hozzánk nem messze Bottyánban van egy román falu, ez a Bottyán, ott vannak reformisták. És ha ott volt egy esküvő, az egész országból, a fiatalok, ha megtudták, mentek az esküvőre. Ők ismerték egymást, tudták, hogy ki, mi, honnan való. Nem voltak olyan túl sokan, de ismerték. Nagyon sok szép fiú és szép leány voltak, akik ilyen alkalmakkor találkoztak, ismeretséget kötöttek. És az én ismerősöm is, aki Moldovából való volt, mindig részt vett az ilyen alkalmakon, persze, volt már ilyen 20 éves körül, és ismerte a lányokat, ilyen jó, forgolódó, menő volt a reformisták közt, és akármelyik lány hozzáment volna, mint Sámsonhoz. És nem nősült meg. Nem volt idős, 20 éves körül, de már az apjáik nem bánták volna, ha megnősült. És egy alkalommal azt mondja az apja neki, hogy úgy hallottam, hogy ott Konstanca mellett, ez Moldovában volt, Konstanca mellett eladó egy autó, egy motorinás áró, Eri fiam, azt nézd meg, és vigyél előleget, és megveszed az autót, vagy megveszük valahogy, elrendezzük, előlegez lesz, majd megveszük az autót. És úgy egy csütörtök pénteken elment ez a fiú, és elment ott, megkereste a reformista testvéreket. Hát persze, mire odaért, már az autót eladták. És ott maradt náluk, ott maradt szombaton, ha ismerte ott a környezetet, a lányokat, minden,
És úgy megakadt a szeme egy lányon, akit már máskor is ismert, látott már. De nem voltak ilyen helyzetben. És megfigyelte azt, hogy amikor beszélnek, prédikálnak, a lány figyeli a Bibliát. Úgy odafigyel, úgy hozzászól a szombatiskolához, és figyeli a dolgokat. Majd elmúlt a szombat, majd jött a vasárnap, és akkor ott maradt persze ennél a családnál, és akkor beszélgettek, és megfigyelte, hogy a lány úgy eltűnik. És visszajön. Majd később, délután fele megint eltűnik, megint visszajön. És gyanús volt neki, hogy van, megy ez mindig ez a lány. És mondotta, amikor nem veszi észre, utána megy. És megleste. A lány bement a másik szobába, és leborult, és imádkozott. Majd 3-4 nap, ameddig ott volt, látta, hogy ez a lány úgy napközben is bemegy, és imádkozik. Reggel olvassa a Bibliát, este olvassa a Bibliát, imádkozik. És elgondolkozott. Ha én ezt a lányt nem veszem el, elveszi más. Telefonhoz hívta az apját, nem úgy, mint most, hogy veszünk a telefont, hanem küldött egy áviszt, majd az apja elment a postára, ő is elment a postára, megbeszélt időre, telefonon megbeszélték. Kérdezte az apja, fiam, mi van az autóval? Ó, az autó elküldt. De mondok egy jobb hírt. Milyen hírt? Egy asszonyt vettem. Viszem, mikor megyek haza, viszem a lányt, hogy ismerjétek meg. Egy hét után megismerte, hogy ez a lány, ez istenfélő. Rájött arra, hogy ez a lány foglalkozik az isteni dolgokkal. Ez olvassa a Bibliát, ez imádkozik, ez szolgálni akarja Istent. Ezt a lányt elveszem, ez kell nekem. Az Úr ezt nekem teremtette. És rövid időn belül megtörtént a házasságkötés, hát természetesen a reformista szokás szertartás szerint, és a jelen pillanatban is már unokájuk van, és jól élnek. Hát azt mondta, hogy nem volt mindig, hogy na, nem volt semmi zörrenés, de tisztelte abba azt, hogy ez egy istenfélő lány volt, és soha nem bánta meg, hogy így választott, soha nem bánta meg, hogy ezt vette el. De lehet, hogy körünkben is megtörténik, amikor valami nem stimmel, akkor mondjuk, hogy soha nem vettelek volna el, meg soha nem ismertelek volna, meg ilyesmi. Megtörténik a rossz választáskor. De ha istenfélőt választol, ha olyat veszel el, aki szolgálja az Urat, azzal más a helyzet, azzal boldog lesz az életed. De úgy van az, hogy általában már a házassággal, hogy egy bizonyos idő után, mondjuk falu helyen, ha 20-22 éves korában egy lány nem megy férhez, akkor már a szülő kezd aggódni. Vény lány marad a lánya, mi lesz? Falu helyen már. Semmi. Hát férhe kéne adni ezt a lányt, és akkor megindulnak a diplomáciai vonalak, amikor öregasszonyok kezdenek ajánlni, meg ilyesmi. Egy lány, aki nem vette senki, adventista volt, de olyan hűséges, jó keresztény lány volt. Mindig imádkozott, és kérte az Urat, hogy Uram, hát azt hozd el nekem, aki te gondolod. De nem hozott soha az Úr neki senkit. Tehát nem kérte meg senki. És majd egy idő után már szinte ő is letett arról, hogy már biztos nincs senki, aki engem elvenne. Jött egy fiú, és úgy megmondta, hogy azzal a szándékkal jött, hogy elvegye feleségül. Hát azt mondta a lány, hát sok választásom nincs, senki nem kért. Megyek. Férhez ment. Ez a fiú egy istenfélő fiú volt. Ez a lány egy istenfélő lány volt. Nem volt szerelem. Nem volt semmi szerelem, de hát az élet így hozta, ez a helyzet, akkor hozzáment feleségül. Eltelt egy néhány hónap, és a lány, az asszony már azt vette észre, hogy ő szereti ezt az embert. Milyen szép is lett ez az ember. Alig várja, hogy hazajöjjön. Eltelt egy rövid idő, és akkor mesélte ez a lány, hogy szerelmes lettem valójában a férjembe, akit addig nem szerettem. Mert istenfélő volt a fiú, istenfélő volt a lány, és az Úr adta azt a szeretetet, amely ilyenkor kell, és minden jó, és hosszú életet, és boldogan éltek, és nem volt semmi probléma az életükben. Családjuk lett, és minden. Igen, ha az Úr gondoskodik, ha jól választol, ha jól választunk, akkor jó megy az élet, szép lesz, és hasznos lesz a mi életünk. Tehát vannak ilyen nagy választások, amelyet megteszünk mi egy életen keresztül.
Hát itt csak egy néhányat megemlítettem. De vannak ilyen mindennapi választások, amit nem kerülhetünk el. Emlékszünk arra, amikor az Úr Jézus a földön járt, és akkor a tanítványaival együtt betért Lázár házába. És hát gondoljunk bele, amikor egy emberhez váratlanul bejön egy 10-12, lehet, hogy 20 tagból álló csoport, és akkor mi történik ott? Hát a háziak természetesen mindent megtettek, hogy jól érezze magát Jézus, és Jézus mindig jól érezte magát ott, és Márta különösen szorgoskodott, Máriának már akkorára az Úr megmentette az ő életét, és Mária hűséges Isten félő emberré vált, és megérkezett az Úr Jézus, és Márta mindent megtett, hogy jól érezze magát, hogy kiszolgálja Jézust és a tanítványokat, és úgy, ahogy egy ügyes háziasszonyhoz illik, mindent megtett. És látta, hogy Mária ott tölti az időt az Úr Jézus mellett, és ott beszélgetnek. És oda megy, úgy megdorgálja szépen a mestert, hát mester, látod, mennyi dolgom van. Nem kéne szóljál Máriának, hogy kéne ő is segítsen nekem. És mit mondott az Úr Jézus Mártának? Márta, te szorgos vagy, és jó, amit csinálsz. De ki választotta a jobbikat? Mária választotta a jobbikat. Rága testvérek, akkor, amikor ügyes vagy, akkor, amikor mindent megteszel, amikor szorgos vagy, amikor sokat dolgozol, reggel korán felkelsz, este még kint talál a fóliába, vagy ki tudja hol, szorgos vagy. Nem a jót választottad? Nem a jót választottad. Mert Isten lehet kimarad a mi életünkben. De Mária a jót választotta. Ő Jézust választotta. Ő azt választotta, hogy Jézus mellett legyen. Azt választotta, hogy hallja azokat az életadó igéket, amit Jézus mond. És Mária boldog volt, hogy ezt tehette. És Jézus megnyugtatta Máriát. Jót választottál. Adjad. Eszünk, ami lesz, de te neked az üdvösséged a fontosabb, és nem az a vacsora, amiben most Márta foglalkozik. Drága testvérek, mindennapi életünk tele van ilyen kicsi választási lehetősége. Most ezt választod, vagy azt választod. Jön az este, a Bibliát választom, vagy a távirányítót. Nem mindegy. Ha a Bibliát választom, akkor Istennel beszélgetek, az Úr szól hozzám. Ha a távirányítót választom, több mint valószínű, hogy más szól hozzám. Igen. Akkor, amikor választani kell, hogy most dolgozzak, vagy imádkozzak, választani kell, hogy ezt tegyek, vagy azt tegyek, vagy az Úrnak szolgáljak, akkor mi vagy rosszul választunk, vagy általában azt figyeljük, hogy fizikailag járjunk jól, és Isten háttérbe szorulhat. Ez a szomorú a mi életünkben. Az én életemben, és lehet, hogy a másokéban is. De Isten azt akarja, hogy mi jó választásokat tegyünk. Itt van egy esztendő, amikor lehetőségünk van jókat választani. Lehetőségünk van korrigálni azokat a rossz választásokat, amit eddig tettünk. És az Úr szent lelke segítségével rávezet bennünket, hogy a jó irányba menjünk, a jó irányba haladjunk. Igen, rengeteg rossz példa van Isten igéjében, meg a mi életünkben, olyanokról, akik nem jól választottak. De tudjuk, hogy van arra is példa, úgy a mindennapi életbe, mint az ígébe, amikor emberek jól választottak. Mózesről feljegyzi a zsidókhoz írott levél, hogy Egyiptom kincsénél kit becsült jobbra? Többre kit becsült? Az Urat. Istent választotta. Ott volt az a lehetőség, hogy Egyiptom uralkodója, vagy ha nem is uralkodója, ott Egyiptomba fent legyen. És ő azt választotta, hogy ott gyomorogjon Izrael népével. Mert szólt neki az Úr, és ő azt választotta. Maradhatott volna, ahol volt. Nem kellett volna belekavarodjon ott a zsidók közt, mikor veszekednek meg. És akkor jöttek a komplikációk. De ő ezt választotta. Ott volt Pál, vagy mondhassuk a tarsisi Saul, aki egy jól szituált ember volt. A pozíciója nagyon jó volt. Benne lenni az ország lelki, vallási vezetőjében, tudom, 70 között, és őnek is ott egy szava legyen, egy szavazata legyen. Elismert ember volt, aki Gamáliel lábánál tanult, és minden jó volt körülötte. És akkor egy adott pillanatban az Úr Jézus azt mondja, megállítsa, hogy most már szolgálj engem.
és ami eddig volt, avval ne foglalkozz. És az ember választotta azt, hogy Jézus után menjen. És Jézust választotta. És volt alkalma megtapasztalni az igazi boldogságot, akkor, mikor emberek tértek meg az ő prédikálására, az Isten munkájának hatását, és volt alkalma a nehézségeket, a problémákat is megérezni az ő életébe. Megverték, megkövezték, a hajótörés szenvedett, és elvették az ő életét. De ő akkor is Istent választotta. És végén azt mondja, hogy a nemes harcot megharcolta. És az igazságnak koronája eltétetett nekem, mert én ezt választottam. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik ugyanezt válasszák. Az igazság koronája el lesz téve. És az Úr az üdvösséget fogja adni mindazoknak, akik jól választanak itt ezen a földön. A nagy választásokban, és az mindennapi apró választások alkalmával is. Igen, jól választottak ezek az emberek. És érdekes dolog, hogy napjainkban is vannak olyanok, akik jól választanak. Múlt hetekben Mihályfalván volt az az evangelizációs istentisztelet, és elmentünk a gyerekekkel oda énekelni, szolgálni, és akkor úgy láttam, hogy egy adott pillanatban belép egy fekete ember, egy néger. Na, hát belép, hát nem is tudtam, Mihályfalván mit keresett egy fekete ember. Majd a következő, mert két alkalommal voltunk, a következő alkalommal is megint jött, de már akkor két gyerek is jött. És megkérdeztem a lelki pásztortól, Ádi Belán testvérünktől, hogy ki ez, mit keres itt. Hallottam, hogy van ott valami fekete fiú, de nem tudtam mi. Azt mondja, hogy ez az ember úgy érezte, úgy érzi, hogy itt Romániában jobban tudja szolgálni az Urat, és az ő gyermekeit jobban tudja az Úr félelmébe nevelni, mint Londonban, mint nem tudom, hogy még Oxfordi egyetemen volt, nem tudom, hogy milyen tanár. Jobban tudja. Gondoljátok bele, eljönni Londonból Mihályfalvára. Azért, hogy jobban szolgáljam az Urat. Igen, vannak ilyen emberek is. Vannak, akik ilyen áldozatot tesznek. Azért, mert az Urat jobban akarják szolgálni. És a múlt alkalommal hallottam Miki barátunkról, úgy megdöbbentett, amikor azt mondja, hogy elköltöztem Pestről Maros felébe, hogy a gyerekek adventista iskolába járjanak. Drága testvérek, fordítva csinálja mindenki, ugye? Innen mennek oda, hogy valamit elérjenek. És vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, fontosabb a mi részünkre, hogy az Urat szolgáljuk, és azt válasszuk, hogy a mi gyermekeink úgy nőjenek fel, ahogy nekik jobb, mint az, hogy mit tudom én, milyen kényelemben vagy, hogy éljünk. Igen, a jó választásnak meg lesz a gyümölcse, meg lesz az eredménye, és a rossz választásnak is megvan az eredménye. Drága testvérek, szeretné Isten, hogyha a mi gondolkozásmódunk, a mi életmódunk megváltozna, és az ő igéje alapján, hallgatva Isten szent lelkének indítására, meg tudnánk változtatni a mi választásunkat. Ami eddig talán kedves volt, fontos volt a mi részünkre, hagyjuk félbe Istenért. És válasszuk azt, ami Istennek tetsző, ami Istennek jó. Azok az emberek, akik ezt választották, lelki békéjük van, örömök van, és üdvbizonyosságuk van. Adja az Úr, hogy nekünk is ez legyen. Kegyelméből. Amen.
testvérek, zárjuk áldásos Isten tiszteletünket, és énekeljük együtt énekes könyvünk 361-es számú énekét. 361. Amíg az organista az ének dalomát játsz, összegyűjtsük önkéntes adományunkat. Ki a mennyekben vagy, méltatlan bűnös gyermekét jövünk hozzád, hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni áldásaidért, amelyben részesítettél egész napon bennünket. Megköszönjük azt, hogy igéden keresztül szóltál egész nap hozzánk, segíts, hogy ezek megmaradjanak szíveinkbe, elménkbe, s adj erőt, hogy azt szerint tudjunk élni. Atyánk, megköszönjük azt, hogy ez alkalommal is szóltál hozzánk igéden keresztül. Szomorúan állapítsuk meg azt, hogy sokszor rosszul választottunk. Sokszor te helyetted valami mást választottunk,
és ez se nekünk nem vált javunkra, téged pedig megszomorított. Bocsáss meg ezt nekünk, és adj erőt, hogy meg tudjunk változni, hogy a következő esztendőbe, ebbe az esztendőbe, amelybe megsegítette, hogy belépjünk, a választásaink olyanok legyenek, amelyek neked megfelelőek, neked kedvesek. És ami életünket is te feléd irányítsa, te feléd vezeti. Érezzük azt, hogy gyengék vagyunk. Szent lelked segítse meg bennünket ebbe, hogy mindenkor és mindenbe szent akaratod szerint tudjunk eljárni. Most megkérünk, amikor elkezdődött egy új hét a mi életünkbe, te légy az, aki velünk jössz. Te legyél az, aki megőrizze bennünket, segíts, hogy ez alkalommal is otthonainkba kerüljünk, és segíts, hogy a következő héten a te akaratod szerint neved dicsőítésére tudjunk élni. Tégy többet, mint amennyit kérni tudnánk, az Úr Jézus érdemében hallgassál meg most és mindörökké. Ámen. Köszönjük Mészáros testvérünknek a szolgálatát, az Úr áldja meg az ő családját, gyermekével együtt, hogy jó döntéseket tudjunk hozni együtt, és egykor az ő országából legyünk.